Tisztelt Országgyűlés, szintén napirend utáni felszállása jelentkezett Apáti István képviselő úr, független képviselő, az elfeledett államférfi címmel megadom a szót képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt, még éppen itt tartózkodó képviselőtársaim, tisztelt Országgyűlés. A Mi Hazánk Mozgalom, valamint a Független Kisgazdapárt 2019. június 15-én, tehát egy hónappal ezelőtt emlékezett meg egy Baranya megyei kisfaluban, Bissén, az egyik legkiválóbb magyar államférfiról, a falu szülöttéről, Nagy Ferenc néhai miniszterelnök úrról. Nagy Ferenc néhai miniszterelnök életpályája bővelkedik a rendkívüli fordulatokban. Az amerikai kaland történelmi és kémfilmekbe illő eseményekben, de engedjék meg nekem, hogy ennek az életpályának az időrövidsége miatt most csak néhány fontos állomását, néhány fontos képét megjelenítsem, vagy felvillantsam, ezzel is a ház elé hozva és bemutatva azt a mulasztást, azt az elképesztő történelmi és politikai mulasztást, amit egyébként döntően az elmúlt 30 év felelőssége. Nagy Ferenc 1903-ban született a Baranya megyei Bissén, már 10 évesen megismerte a kemény földműves munka minden kínját, keservét, hiszen édesapját elvitték a frontra. 19 évesen az első világháború Bissei hőseinek emlékére tartott megemlékezésen mondott egy olyan beszédet, amelynek kapcsán felfigyeltek kiváló tehetségére. Tulajdonképpen innen datálódik, innen indult el a politikai pályafutása, amely villámrajtot vett, hiszen 27 évesen már a Kisgazdák Országos Párt fő titkára volt. Szóval a második világháború vége felé indult el az a tragikus esemény sorozat, amely egyrészt édesanyja halálához vezetett, másrészt amelynek kapcsán megtapasztalta mindkét pusztító világrendnek a rendkívüli aljasságát, annak a világrendnek az aljasságát is, amely etnikai, fai, vallási alapon gyűlölt, és annak a világrendnek az aljasságát is, amely osztály alapon gerjesztette a gyűlöletet. 1944 áprilisától 6 hónapon keresztül a gestapó fogja volt, legidősebb fiát ifjúsági büntető munkatáborban tartották hosszú ideig fogva, majd 1945. szeptember 14-én következik be édesanyjának tragikus halála, amelyet a gyalázatos viselkedés, a gyalázatos magatartást tanúsító orosz katonák bűne, hiszen édesanyja nem akarta odaadni a család szekerét és a család két lovát az oroszoknak. Ezt követően az oroszok egy harckocsival mentek utána, a harckocsi átgázolt a szekéren, az édesanyját a harckocsi csövel lesodorta és szörnyet halt. 1945 azonban nem csak erről a családi tragédiáról marad emlékezetes, hanem egy fényes politikai sikerről is, amikor a Kisgazdapárt 57%-ot ért el. 57%-os eredmény, tisztelt képviselőtársaim, az akkori országgyűlési választásokon, de hát a szovjet csapatok, a megszálló szovjet csapatok már akkor javában Magyarországon tartózkodtak, úgyhogy gyakorlatilag nem maradt más esély, mint hogy kényszer koalícióra lépjenek, bár erre elvileg semmilyen szükség nem volt, és semmi nem indokolta volna. Nagy Ferenc aztán 1946. február 4-én lett ennek az országnak a miniszterelnöke, mindössze 16 hónapig töltötte be ezt a tisztséget, de bizton állíthatom, hogy ez alatt a 16 hónap alatt többet tett ezért az országért, mint mások 16 esztendő alatt. A teljesség igénye nélkül három momentumot emelnék ki, azt már csak idézőjelbe téve, és nem kisebbítve az érdemeit, zárójelben említve, hogy újjáépítési minisztere is volt ennek az országnak miniszterelnöki tisztségét megelőzően. Földreformot hajtott végre, megfékezte a hiperinflációt, és amit szintén nagyon kevesen tudnak, hogy ő vezette be a forintot. Neki és az ő kormányának köszönhető az, hogy a mai napig magyar forint a hivatalos fizetőeszköze ennek az országnak. Ugyanakkor a kommunista ármánykodásnak áldozatul esett, és kémfilmekbe illő módon az osztrák-svájci határon egy hídon, egy szállodai levélpapíron, egy gépkocsi motorház tetején iratták vele alá a lemondó miniszterelnöki tisztségről a lemondó nyilatkozatát, és addig a legkisebb fiát, akit gyakorlatilag túlszulejtettek, nem engedték szabadon, amíg ezt a miniszterelnöki tisztségről való lemondást ilyen körülmények között ő meg nem tette. Ez volt az utolsó momentumja, azt megelőző pár napig Magyarországon tartózkodott, soha többet nem tudott visszajönni szeretett hazájába. 1956-ban a forradalom és szabadságharc idején megkísérelte, azonban az osztrákok hivatkozva semlegességükre nem engedték be az ország területére.
Utána 1956-tól 1979-ben bekövetkezett haláláig is megpróbált mindent megtenni a magyar szabadság érdekében, próbálta segíteni a kisgazdatársadalmat, egy korábbi kisgazdaképviselőtársával folyamatosan levelezett, és azon fáradozott élete utolsó éveiben is, hogy a Szent Koronát és a koronázási ékszereket hazahozza Magyarországra, azonban ez sajnos már nem érhette meg. És hát távol, szeretett szülőhazájától, egy Washington melletti kisvárosban, Herndon településen van eltemetve. Éppen ezért követeli azt a Mi Hazánk mozgalom a kisgazdapárttal közösen, hogy a Bissei szülőházat nyilvánítsák emlékházzá, állítsanak szobrot a néhány miniszterelnök emlékére, foglalja el helyét a történelemoktatásban, a külügyminisztérium pedig tegyen meg minden szükséges intézkedést az USA-ban élő hozzátartozókkal való kapcsolatfelvétel és rendszeres kapcsolattartás érdekében. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm, képviselő úr!